játszania kell. Amelyik csapat pedig tovább jut, az a következő körben van egy ész csapattal, a Linnemészkonddal, remélem jól ejtettem, vagy pedig a Slask Wroclawval találkozik, azért a lengyelek már papíron jóval erősebbnek számítanak, és az már egy igen nehéz feladat lehet, mondjuk a Fehérvár számára, de azt is tegyük gyorsan hozzá, hogy tavaly is láttuk. És ez most meg is történik. Itt pedig Koné kerül helyzetbe. Koné lő! Kovácsik! És aztán utána fejeli haza a labdát Lüftner. Kicsit... Jön az újabb labda. Megint stoppi rá, és egy kapufa! És utána... számára. Jó felpassz, Petriák lép ki. Petriák! És kivédi a kapus! Ermákovtól ezt... Bobulics! Nem volt veszélytelen. Első jó labdája. Kovács, Petriák. Zivzivadze felé, Zivzivadze fejjel! Na, egész sok helyzet kezd kialakulni a mérkőzés. Mehet tovább. Koné ellövi! De nagy kapufa volt ez! Megkezdődik a második félidő, nem feltétlenül volt a játékvezető tekintettel mindenkire, hiszen az egyik örmény még kötötte a cipőjét, de most már teljesen harcra készen Muradjan is. Na nézzük, hogy mit sikerült a szünetben változtatni. Lesz-e szükség adott esetben friss erőkre? Egy idő után biztos. Érdekesség, hogy papíron az ilyen mérkőzéseken, az UEFA mérkőzésein három játékos melegít. Bobulics ki a szélre, hárman várják középen. Funsó fejeli el. Uri. Az picit felelőtlen volt. Manoyan lő, Kovácsik. Alef. Uri. Uri lágyan, Funsó helyzetben, Funsó! Véd a kapus. Ermákovot kell megint dicsérni, de ez most egy... Alef, Heister, nem lövi el, aztán inkább befut középre. Petriák, Heister kapja! Szabó maradt le róla. Döbli. Koné tovább. Szép összjáték! Koné hozza a frászt. Döblé gyorsít fel. Konét futtatja, kivesen van. Szépen tette be egyébként. Nincsen var. Előrébb volt az. Fejeli ezt is, Mikoyan. Mikolics, ezek szerint nem volt les. Szabó fejel. Stopira tovább. Alef egyből, megint egy nagy védés. Ermákov. Jön a szöglet. Stopira! Ermákov megint. Uri mellette. Négo. Uri. Heister, ellövi, azt a mekkora gól! Élete első fehérvári tétmérkőzésén egy elképesztően nagy gólt szerez Marcel Heister. A MOL Fehérvár. A és az egész talán még korábbantól érdemes majd visszanézni, hogyha felidézzük, ahogyan átveszi a labdát Négo, mert az volt az egyik kulcs, a másik meg a Heistert nem térképezték föl. A Ferencvárosban is nem egy ekkora gólja volt. Ha ekkora területe van, ilyen szabadon lendületből viheti és előheti,
akkor abból jó esélye, egy ilyen nagy gól lesz. Oh, gyönyörű. 1-0. Egy távoli lövés. Dmitri. Juan Bravo. Megint stoppira. De még nincs vége. Sőt, támadnak az örmények. Ú, ez is nagy gól. Pobulics kiegyenlít. Utólag azt mondom, az 1-0-ával is kiegyeztem volna, kinek kell az a második. Ez is nagy találat. Itt már érezni, hogy nagy a baj. Ő is szemben a kapuval. És itt Kovácsik teljesen tehetetlen. Már előtte is Stopirának kétszer kellett mentenie. Itt nem tudott. Úri. Na, az is lövőhelyzet. Petriák. Ő is megpróbálja. Még egyszer. Egyik sem volt kéz. Kifejeli Mikoyan. Deblé. És itt a vége. Nem lett előnyösebb a MOL-Fehérvár FC helyzete az első mérkőzést követően, hiszen bármennyire is nem sokkal a vége előtt Marcel Heister megszerezte a vezetést.